Ármosz árt a Chicagóban, Max a Balekban, Domingo a Don Carlosban, Megdáv a Macbeth című előadásban. Szívesen emlékszik vissza a színház olyan nagy sikereire, mint a Csárdás királynő vagy az Őrült nők ketrece, de egy 11 éves kislány édesapjaként a gyerekelőadások is nagyon közel állnak a szívéhez. Ez csak néhány a művész legutóbbi szerepeiből. Pályája 25 évvel ezelőtt indult, erre is visszagondolt a Bencsvillában. 13 évesen keresztapja javaslatára lépett először színpadra. Nagyon korán, 13-14 éves koromban drága keresztapám, Isten nyugosztalja, elcsábított a Bessenyei színkör egyik előadására, hogy nézzem már meg, és hát aztán kérdezte, hogy hogy tetszett az előadás, mondtam, hogy nekem tetszett, és akkor mondta, hogy nem akarsz te ide járni, és akkor olyan kisebb szerepeket elvállalni. És mondtam, hogy hát meg lehet próbálni, és akkor hát tulajdonképpen ott ragadtam ebben az amatőr csapatban. Utána meg a színkörvezetőnk a színházban dolgozott Szántós Anyi, és ő egyszer csak az egyik próbán kijelentette, hogy bejelentette, hogy a Verebes István az első rendezése és az első bemutatója és az ő érájának tulajdonképpen az Otello, hogy abban keresnek statisztákat, és akkor mentünk, ott voltunk és ott ragadtunk páran. A Bencs Estek vezetője, a vendégek beszélgető partnere Kovács Dénes újságíró, aki úgy véli, a nyíregyházi közönség hamar megszerette a helyszínt és az itteni programokat. Ezek elég változatosak, mert van ugye, mint a mai a több szemközs sorozat, ami beszélgetős est, zenés estek, önálló estek, mint mondjuk Kolzai Róbertnek volt, és úgy veszem észre, hogy egyre jobban megszokja a közönség, egyre jobban tudnak róla, és szép számmal jönnek, ugye Vékó Csár Ildikónál még a büfészékeket is be kellett vinni, annyira népszerű volt az estje. December 4-én Bálint András, Kossuth Díjas színművész, Arany János estjét láthatja majd a közönség, azt követően pedig Sedjánszky Nóra könyvemutatója szerepel a műsorban. Januárban zenés és prózai programok többek között Csúlya Imre is várják majd a közönséget a Bencsvillában.